Igazából amiről én beszélni fogok nektek, az egy olyan infrastruktúra leíró, amivel megkönnyíthetitek az életeteket, illetve egy olyan infrastruktúrát tudtok létrehozni, ami nem megváltoztatható, ezáltal az üzemeltetők és a fejlesztők életét egy kicsit meg lehet könnyíteni. Pár szót szeretnék magamról mondani. Több mint 10 éve foglalkozok Linux és BSD, illetve egyéb ilyen Unix, Linux szerverek üzemeltetésével, ezeknek a menedzsmentjével. Jelenleg a Nextent Informatika üzemeltetési vezetője vagyok. Itt pár szót szeretnék mondani, nem akarok sok bullshit-et, nem akarom ezzel húzni az időt. Igazából mi, itt van egy hármas mondásunk, hogy adat, információ, érték. Alapvetően ezzel foglalkozunk, adatokkal foglalkozunk, információkat szedünk ki belőle, és ezt mi pénzért tesszük, így gyorsan megfogalmazva. Amivel még foglalkozok, az a virtualizáció. Mondhatni ilyen cloud fanatikus, illetve ilyen evangelistának is tartom magamat, illetve ami szerencsém, hogy a hobbim a munkám, úgyhogy szeretek is róla beszélni. Miről fogok beszélni? Hadd kérdezzem meg, hogy ki fejlesztő itt? Hú, helyes. Ki üzemeltető? Oké. Ki DevOps? Ki tartja magát DevOps-nak? Jó, oké, azért vannak azok is. Biztos találkoztatok már ezzel a problémával. Igazából az a probléma ott van, hogy ugye vannak a fejlesztők, illetve vannak az üzemeltetők, és általában ezek a nézetek sose találkoznak. És mindig van valami probléma, hogy mondjuk a fejlesztő valamilyen fejlesztést csinál, ezt ki kéne rakni release-ként éles környezetbe, és az üzemeltető azt mondja, hogy hát fiúk, ez nem fog menni, mert teljesen más környezetbe fejlesztettétek. Ugye ezzel biztos találkoztatok már, ha fejlesztők vagy, ha üzemeltetők vagytok. Ugye ilyenkor mi a probléma? A fejlesztés mutogat a üzemeltetésre, hogy innentől kezdve a ti dolgotok, nekünk a kódunk működik a teszt környezetben, akkor éles környezetben miért nem működik. Ugye a üzemeltetés meg azt mondja, hogy produktív környezetben nem fog mondjuk egy Python 3.0-át felrakni, mondjuk hogyha 2.7 a standard mondjuk a ő rendszerükben. Erre a problémára ad megoldást az előadásom, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, illetve hogy hogyan kellene ezt megoldani. De ehhez az a probléma, vagy nem is probléma, szemléletváltást kell valamilyen szinten tennetek. Magyarul nem csak úgy kell gondolkoznotok, hogyha üzemeltetők vagytok, hogy üzemeltetők vagytok, hanem hogy valamilyen szinten a fejlesztő agyával, vagy fordítva a fejlesztő, vagy akkor üzemeltető agyával kellene gondolkozni. Amiről fogok beszélni, az a Immutable Infrastructure, ami alapvetően arról szól, hogy a teljes fejlesztés, illetve a release folyamán nektek egy olyan eszköz, olyan fejlesztési, illetve produkciós környezetetek van, amit nem változtattok meg, és igazából ez az egész környezet, ez leírható egy fájlba. Miért jó ez nekünk? Ugye régi, hogyha le tudjátok írni mondjuk a infrastruktúrátokat, illetve a fejlesztéseteket egy YAML vagy akármilyen TXT-be, akkor bármilyen verzióra vissza tudtok állni. Magyarul, hogyha azt mondjátok, hogy egy release szeretnétek váltani, akkor nem az van, hogy a fejlesztő azt mondja, hogy kint van a Git-ben a release, húz ki, nézd meg, működik-e, hanem azt mondjátok, hogy egy új fájlt hoztok létre, mondjuk Git-be elrakjátok, ami ez a fájl tartalmazza nektek az infrastruktúrát, és onnantól kezdve, hogyha vissza kell állni, akkor vissza tudtok azonnal állni erre a megadott release-re. Ugye, amit mondtam is, hogy az infrastruktúra egy darab fájlban tárolódik, gyors környezeti kialakítás. Itt igazából abban gondolkozzatok, hogy cloud platformokon hogyan lehet gyorsan infrastruktúrát létrehozni. Nem tudom, mennyire használtatok ilyen cloud infrastruktúrákat, így kézfeltartásra, hogy mondjuk Amazon, vagy egyéb Rackspace, vagy egyéb jó. Igazából a lényeg az, hogy nem kell nektek azzal foglalkozni, hogy mondjuk föltelepítsetek egy szervert, mert mondjuk ezek a szerver komponensek, amik kellenek az applikáció üzemeléséhez, ezeket le tudjátok írni, illetve tartalmazza ez a fájl. Ugye egyik legfontosabb, hogy nem szükséges kézi beavatkozás, onnantól kezdve, hogyha így használjátok a
infrastruktúrátokat, nem kell azzal foglalkoznotok, hogy mondjuk az üzemeltetőnek szólni, hogy bugfixet kell javítani, akkor ő nem lép be SSH-n a szerverre, nem monyákol ott a szerveren, és mondjuk következő release-nél ez nem fog eltűnni. Ugye a kihívások is vannak ezzel az infrastruktúrával kapcsolatban, mégpedig azok, hogy a bevezetési költségekkel kicsit magasabbak, mivel hogy foglalkoznatok kell azzal, hogy mondjuk egy infrastruktúrát hogyan tudtok leképezni egy fájba, egy YAML fájba. Illetve ugye, mint mondtuk, hogy a hibák javítása lassabb, mivel hogy SSH-n a rendszergazda, illetve a üzemeltető nem lép be, mert pont elvesztené az értelmét ez a dolog, hanem azt mondja, hogy javítja az infrastruktúra fájlunkat, és nyom egy új release, ami ugye lassabb, mivel hogy újra létrehozza az image-et, amiben az új release van, és ezt kitolja a felhőbe. Illetve ami még kihívás, hogy túlokat kell használni, és én ezek közül, a túlok közül fogok nektek bemutatni kettő darabot. Nem tudom, hogy ismeritek-e a HashiCorpot, ki hallott róla? Jó. Ki hallott a Vagrantról? Na, a HashiCorp csinálja a Vagrantot. És ha megnézitek a portfóliókat, hogy mikkel foglalkoznak még, azért elég sok minden. Ugye, amiről fogok beszélni, a Packer, illetve a Consul, ami egy ilyen orchestrator rendszer, illetve a Terraformról is fogok beszélni, de van még nekik egy olyan, hogy Sheriff, illetve most kijött az új alkalmazásuk, az Atlas, amivel összefogják az összes ilyen DevOps túlukat. Annyit a Packerről fogok beszélni, illetve a Terraformról. Be fogok mutatni egy demót, hogy mégis hogyan működik ez az egész. A Packer alapvetően úgy képzeljétek el, hogy van egy fájlotok, amiben megmondjátok azt, hogy mondjuk ti Amazon felhőt használtok, vagy Rackspace felhőt használtok, és mondjuk abba le tudjátok írni, hogy az az image, amit kidiployoltok mondjuk Amazonra, az hogyan épüljön föl, és automatikusan ezt meg tudjátok csinálni. Magyarul ezt automatizálni tudjátok a release folyamatot, új release-etek van, Jenkins jobbal meg tudjátok csinálni az Amazon felhőbe az új image-et, és a Terraformon meg újra meg tudjátok csinálni az infrastruktúrát. Én akkor itt, ha nem probléma, átváltanék egy kis demóra. Igazából én ezzel készültem, hogy bemutassam hogy nektek, hogy ez pontosan hogyan működik. Remélem, ez a csiptetés ez működni fog. Pillanat. Nem tudom, mennyire lehet látni. Oké. Na, szóval, a Packernek alapvetően valami, hogy így néz ki a leíró nyelve. Azt tudni kell, hogy ugye itt felsoroltam 5-6 terméket, na most a HashiCorp még odáig nem jutott el, hogy mindegyiknek ugyanolyan legyen a leíró nyelve. Mindegyik más, egyik YAML, másik JSON, másik meg TF nevezetű fájl. Alapvetően láthatjátok, hogy ez a fájl mit csinál. Ugye láthatjátok, hogy van egy változó az én AWS Access Key-em, illetve a Secret Key-em, amit egy másik fájlból veszek, ha nem probléma, itt most nem adnám meg. Illetve megadom azt, hogy hova szeretném ezt az image-et létrehozni. Ugye látható, hogy Amazon LBS-ként fog létrejönni. Megadom, hogy melyik régióba, Amazon régióba, itt ugye EU West 1, illetve megmondom, hogy mi a forrás image, amiből csinálom az én fejlesztésemet, amit láthatjátok, hogy egy AMI 7B3DB00C, ezt az Amazonon meg tudjátok nézni, egyébként ez egy Amazon Linux 64 bites. Megadjátok az instance type-ot, legolcsóbbat választottam, illetve hogy megmondjátok, hogy mi az SSH user, illetve fölvértezitek egy-két változó névvel, mondjuk, hogy OpenIT, meg hogy mikor készül. Ugye van egy provisioning rész, ahol effektíve föltelepítitek a magát a gépeteket. Itt láthatjátok, hogy van még egy DevOps tool, ami bejön, ez az Ansible, ezt ki ismeri. Okay. Konfiguráció management, Puppet, Chef, okay.
Szóztak. Jó, akkor erről is pár szót beszélek, illetve majd akkor mutatok rá példát. Lényegében arról van szó, hogy föltelep ezzel a scripttel már a meglévő imidzsünkre föl tudunk telepíteni programokat automatikusan. Illetve láthatjátok, hogy lesz egy Ansible lokál fájlunk, egy setup YAML, amiben effektíve megvan a leíró. Mit is tartalmaz nekünk az a leíró? Pillanat, ezt meg is mutatom. Az a leíró alapvetően az Ansible arra való, hogy egy telepítési folyamatot ne kézzel csináljatok meg, hanem automatizáljátok. Magyarul, hogyha van egy hosszú telepítési folyamatotok, akkor azt le tudjátok írni ilyen eszközökkel, mint például az Ansible, de a Puppet, Chef, Solstack is erre való. Itt, amint láthatjátok, semmi más nem csinálok, csak azt mondom, hogy telepítsen föl egy Apache-t, illetve egy MySQL-t, illetve egy Git-et, illetve egy hátopot. A Git-et húzza le és rakja be a megadott könyvtárba. Ugye ennek a segítségével a Packer effektíve létrehoz nekem egy olyan image-et, ami már kész forrás tartalmaz és kiszolgálásra alkalmas. Most értelemszerűen én nem foglalkoztam azzal, hogy mondjuk egy MySQL beállítás, de itt igazából bármilyen telepítési folyamatot be tudtok állítani, mondjuk hogyha egy Oracle DB-t szeretnétek installálni, még azt is meg tudjátok oldani, mondjuk egy kicsit macerásan. Szóval így néz ki a Ansible fájlunk, és ugye ezt el is kellene indítanunk, én most egy kicsit lesek. Sőt, nem is leszek, inkább beírom. Appik. Inkább mégis leszek. Ugye ez mit fog csinálni? A leírónk alapján belép az Amazon Cloud API-ra, és elkezdi megcsinálni azt az image-et, amit ugye leírtunk ebbe a fájlba. Ez itt most egy pár percig dolgozni fog, de lényeg az, hogy létrejön egy Amazon fájlunk, amiben bármikor elindíthatunk az Amazonon. Ezt mindjárt megmutatom, hogy hogy néz ki. Hol az egerem? Itt, ha minden igaz, láthatjátok, hogy lett egy Packer Builder nevezetű T1 mikro. Ugye ez a Packer szépen belép, ugye, amit mondtam, a Amazonra, fogja és létrehozza nekünk ezt a gépet, és miután létrehozta nekünk a gépet, elmenti majd egy AMI image-ként, amit majd bármikor felhasználhatunk. Ugye itt pont az a lényeg, hogy gondoljatok be abba, hogy mondjuk milyen lehet így a release folyamatotok. Azt mondja a fejlesztő, hogy most kijött az új release, nyom egy Packer buildet, létrejön a Amazonon az új release-nek az image-e. Innentől kezdve se az üzemeltetőnek, se a fejlesztőnek semmi dolga nincs. Effektíve ki kell rakni az infrastruktúrába, és üzemelhet is a ti weboldalatok, vagy akármilyen alkalmazásotok. Persze emellé még majd kell a Terraform, amit mindjárt be fogok mutatni. Itt láthatjátok, hogy itt telepíti föl éppen a dolgokat, ugye, amit kértünk, hogy rakja föl a HTTP-t, MySQL-t, egyéb dolgokat, mondom, ez egy pár percig el fog tartani. Addig egyébként, hogyha van valamilyen kérdés így az eszközzel kapcsolatban, nyugodtan mondjátok el, megpróbálok addig válaszolni. Igen, bocsánat. Nincs szakmai kérdés, nekem egy kérdésem lenne, hogyha előadás időpont módosul még, akkor meg lehetne azt tenni, hogy befrissítitek a lehetőséget? Igen, ez sajnos nem rajtam út, ez a módos... Nem maradtam az elejéről, és ott a másikban közölték, hogy most... Igen.
Igen, ez nem az én felhatóságom, de egyébként szó volt róla, hogy módosítják a neten, de sajnos nem történt meg, úgyhogy én kérek elnézést a kavarásért. Szóval, elvileg mindjárt kész is lesz. Ugye a következő, amire áttérünk, ami szerintem izgalmasabb, mert ugye, hogyha üzemeltettek, hogy hogyan lehet infrastruktúrát létrehozni. Ugye, hogyha még egyszer kiüzemeltető? Vagy kiüzemeltet, oké. Okay. Ugye, hogyha üzemeltettetek már, akkor tudhatjátok, hogy elég macera mondjuk, hogyha 10 szervernél több van, azt valahogy menedzselnetek is kell, illetve ha új release-ek vannak, akkor azt szintén menedzselnetek kell, hogy mondjuk az ki is kerüljön és működjön. Ugye ezt nem tudom, ti mivel oldjátok meg, én megpróbálom mindig ilyen DevOps toolokkal megoldani, hogy ne kelljen 50 szerverre, vagy 100 szerverre, vagy annél több szerverre belépni mondjuk egyesével, hanem lehetőség szerint egy szerveren beállítok valamit, és akkor azt kitolom az összes szerverre. Ugye erre megfelelő megoldás a konfiguráció menedzsmentek, ami effektíve ez, hogy most is jelen pillanatban is azt csinálja, hogy az én gépemről ezzel a LTL-vel szépen belépés megoldja helyettem a telepítés, nem nekem kell megcsinálni a beállításokat, ezáltal is időspórolok, bár nem egy gyors, sajnos. De lassan végez, mert már cleanupnál van, remélhetőleg egy pár percen belül. De addig megmutatom a Terraform fájt, szerintem az lesz a következő lépés. Ugye, mint mondtam, hogy a hasikoknak van több terméke, és mindegyik más szintaxist használ. Itt egy újat meg kell tanulni sajnos. Szintén, bocsánat, valahogy úgy képzeljétek el az egészet, hogy ja, és azt elfelejtettem elmondani, hogy ez a Terraform, illetve a Packer, ez nem csak Amazon providerre jó, hanem más egyéb ilyen cloud platformra is használható Rackspace-re, de hogyha van egy OpenStack private cloudotok, akkor ott is meg tudjátok oldani ennek a használatát. Igazából a file felépítése elég olvasható, illetve hát szerintem így adja magát, hogy miről van szó. Amit láthatjátok, ismételten van egy ilyen változó megadás, egy access key, secret key, utána ezt átadom, megmondom, hogy melyik régióban szeretném a gépeimet létrehozni, és itt igazából most jön a következő érdekes dolog, hogy amit majd létrehoz a Packer nekem gép image-et, oda az AMI-ba majd be kell helyettesítenem, és effektíve itt az egész azt csinálja, hogy 5 darab webszervert létrehoz, és a következő itt az ELB részbe elérak egy load balancert. És azokat a load balancereket, illetve azokat a instanszokat, amik bekerültek a load balancer mögé, azokat csekkolja, hogy elérhetőek-e, és hogy miután elérhetőek lettek, beállnak a kiszolgálásba. Miért jó ez nekünk? Gondoljatok bele abban, hogy mondjuk van egy weboldalatok, amit skáláznotok kell, akkor ugye hogy skálázzák jelenleg, hogy még egy gépet beraknak, föltelepítik, beállítják, és akkor a load balancer elé, vagy a load balancerbe beírják, hogy innentől kezdve, akkor te is kiszolgálsz. Itt effektíve semmi más nem kell csinálnunk, hogyha mondjuk nagyobb forgalmunk van, mondjuk 10-szeresén előtt a forgalom, hogy azt mondjuk, hogy azt a countot megemeljük mondjuk 10-re. Ahogy megemeltük 10-re, 5 plusz 5 darab gép létre fog nekünk jönni Amazon felhőbe, és onnantól kezdve ő is beáll a kiszolgálásba, és automatikusan beállít mindent, hogy a load balancer tagként benne legyen, illetve hogy működjön rendesen. Mivel hogy a Packer biztosítjuk azt, hogy mindig a legújabb release-t kerül ki az Amazonra, ezáltal konzisztens lesz az összes gép. Feltétel persze az, hogy ne nyúljon bele a rendszergazda kézzel, SSH-val. Értelemszerűen ez visszafele is igaz, hogyha azt mondjuk, hogy a terhelés már nem akkora, akkor simán átírjuk azt a 10-et vagy 5-öt 1-re, 2-re, és onnantól kezdve letörli azokat az image-eket, amik nem szükségesek az üzemeléshez, illetve az üzemeltetéshez. Ránézek, hogy sikerült-e megoldania.
Most már megvan az ami, de még egy pár másodperc kell neki. Illetve a másik nagyon jó dolog ebbe az egészben, hogy ugye a release folyamatotokat egy kicsit meg tudjátok könnyíteni. Ha jön ki egy új release, semmi más nem kell módosítani, illetve hogyha van development staging ágatok, semmi más nem kell módosítani, mint hogy azt mondjátok, hogy azt az image-et, ami jelenleg itt van, azt csak kicserélitek. Ugye pakkerek jött az új release, fölkerült Amazonba, kaptatok egy ilyen AMI ID-t, ezt fogjátok, kicserélitek, nyomtok egy plant, utána meg egy apply-t, és azonnal kikerül az új release-etek. És effektíve semmihez nem nyúltatok, nem kellett nektek telepíteni szervert, nem kellett azzal foglalkoznotok, hogy működik-e azon a rendszeren, mert ugye a fejlesztő is ugyanezen a rendszeren fejleszt, mivel hogy meg tudja azt csinálni, hogy ő magának csinál egy pakker környezetet, és azt mondja, hogy ott fejleszt, és miután kész van, azt mondja, hogy akkor pakkerben le van írva az egész infrastruktúra, illetve az egész gépnek a felépítése, és hogy ezt toljátok ki, és innentől kezdve nem lehet az a probléma, hogy elborulnak, illetve nem fog működni az alkalmazásotok. Végzett is. Itt nem tudom, mennyire lehet látni az alján. Először mondjuk az egeremet kellene megtalálni. Megvan. Itt van egy AMI, amit ki kell kopizni. Ugye ez az a Amazon image, ami létrejött. És ugye most a Terraform következik, ahol ugye itt át kell írnunk azt az amit kaptunk a pakkertől. Nem lehet látni. Nem tudom, az alját látjátok-e. Jó, igazából van egy Terraform plan, amivel meg tudjátok tervezni, hogy a jelenlegi infrastruktúrátokban mi fog változni. Itt láthatjátok, hogy létrehoz 4 darab szervert, itt tekerhetném föl, és van egy apply nevezetű parancs, amivel effektíve kitoljátok ezt az egészet. Pillanat. És ugye itt, hogyha megnézzük amit, ugye egy az, hogy létrejött nekünk egy OpenIT AMI, ugye ezt bárhogy nevezhetitek, ugye ti dolgotok, illetve elindul 5 darab instance automatikusan, és miután elindult az instance, onnantól kezdve elindul a load balancer is, és ugye automatikusan bekerül a load balancerbe az IP címem, illetve az elérhetősége a szervernek, így ki tud szolgálni. Ez is pár másodperc, egyébként alapvetően ennyit szerettem volna megmutatni nektek, hogy érdemes olyan túlokat használni, DevOps túlokat használni, ami mind az üzemeltető, mind a fejlesztők életét megkönnyíti. Használjátok, mert nagyon-nagyon gyorsan meg lehet oldani a dolgokat vele. Ettől függetlenül még megmutatom, hogy mi a végeredmény, de igazából ennyi lett volna, amit mondani szerettem volna. Köszönöm a figyelmet. És ha van kérdés, azt várom, hogyha van valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Senki? Ott. Igen, hogy a provisioningot mondjuk egy ilyen publikus provider-nél is tudok csinálni? Igen, igazából ugye a szintaxis az változni fog, mert ott mondjuk nem ezek a szintaxisok vannak, hogy mondjuk AVS régió, hanem Rackspace régió, de alapvetően az összes nagyobb cloud provider tudja, ilyen DigitalOcean, Rackspace, Amazon, de akár Linode, szóval igazából amelyik ilyen mai nap elérhető ilyen cloud szolgáltatók, oda bárhova ki tudott tolni ezeket a gépeidet. Kicsit másképp működik. Rackspace-en próbáltam. Valahogy nekem az Amazon jobban tetszik, mert több olyan szolgáltatás van, amivel egy infrastruktúrát föl lehet építeni. Ugye a Rackspace azt csak próbálja követni. Jó, igen. Még próbálja követni, de már kezdi beírni a dolgokat.
Igen, azt elfelejtettem mondani, hogy most jelenleg egy gépet raktam össze, de igazából itt a határa csillagoség, hogyha nektek van egy olyan hálózatotok, ugye Amazonon van a VPC, olyan hálózatot össze tudtok rakni, mondjuk a saját infrastruktúrátok, vagy teljes rendszerparkot, mondjuk 20, 30, 40, 50 szervet, az a lényeg, hogy le tudjátok írni ebbe a fájba, és meg tudjátok oldani, hogy bármikor ezt az egész infrastruktúrát egy gombnyomással létrehozzátok. Magyarul nem kell telepítenetek, semmit nem kell csinálnatok, illetve ha törli valaki, akkor sincs probléma, mert ha megvannak azok az imidzsek, amiket ugye megcsináltunk, akkor is megint csak egy 5-10 perc alatt létre tudjátok hozni ugyanazt az állapotot. Szóval igazából a lényeg az, ennek az egésznek az a lényege, hogy követhető lesz az infrastruktúrátoknak a módosítás, illetve bármikor bármi történik, ti vissza tudtok ugyanarra az állapotra állni, és nem kell azzal foglalkoznatok, hogy mi lesz akkor, hogyha a gipsziakap belenyúl a konfigba, és eltörik valami, mert ugye itt nem nyúlhat bele a konfigba, itt belenyúlhat a Terraform fájba, vagy a Packerba, de az meg ugye Gitbe kell csinálni az egészet, onnantól kezdve meg minden verziózva lesz. Megnézzük, hogy közben elindult ez a dolog. Igen, itt kaptam, annyit kértem, hogy irassa ki, megint nem találom az engemet, elnézést. Látjátok? Na, megvan, megvan. Itt kaptam egy load balancer IP címet, illetve hát egy hostot, és elvileg, ha jól dolgoztam, és megtalálom az egeremet, ez elvileg ugye itt, ha megnézitek, itt létre is jött egy load balancer, itt a load balancerre rá tudtok nézni, hogy mi az IP-je, illetve hogy 5 instanc van, és ez a 5 instanc mindegyik elérhető, akkor elvileg, hogyha ezt megnyomom, akkor működni fog. Szóval igazából értelemszerűen egy HTML oldalon kívül is elég sok mindent ki tudtok tenni, de igazából ez a lényege, hogy le tudjátok írni az infrastruktúrátokat. Jó? Akkor még egyszer köszönöm a figyelmet, és hogyha van még valakinek kérdés, akkor itt utána válaszolok nektek. Köszönöm még egyszer.